Üdvözlök mindenkit újra itt a YouTube-on, csatornámon, személyesen. Sziasztok! Mert a like, mert a feliratkozás, mielőtt elfelejtenétek. Videó közben felmerülő kérdések, javaslatok a komment szekcióba, pitty, puty, befelé. Ne fogjátok vissza a klaviatúrátokat. Nem érdemes, mert a komment nem kér enni. A like nem kér enni. Én kérek enni néha, de az meg mindegy. Tegnap este próbálkoztam kis pénzt gyűjteni még. Nem kéne, hogy nulla dollár legyen a zsebemben, ahogy ott írja oldalt a kis karakter leírás. Na de mindegy. Többször kifagyott a szeró, most nem tudtam mit kezdeni ezzel, úgyhogy nem is az utolsó pozíció, mert újra megpróbálunkozunk Valentine-ban kezdeni, mert menet közben próbáltam följebb húzni a reput, és hát nem annyira sikerült. Ezen kívül friss hír, ma jött ki reggel a Discordon, hogy bekerült a szekérkereskedés, és ezt meg kéne nézni azért, hogy mennyibe kerül. Nyilván nem veszünk most még szekeret, azt sem tudjuk, hogy hol. Úgy tűnik, hogy nem Valentine-ban, mert ez itt a Valentine, mi ez? Ez itt a meló. Bocsánat. De akkor hova került a szekérkereskedés? Nézzük meg a térképet, látunk-e olyan blippet, amit itt kéne rakni a vízparton. Lakás, lakás, lakás. Ez itt a futár meló. Lehet, hogy ott van a szeké kereskedés is? Ez mi? Itt nem látom. Az fegyver. Ez mi? Vegyes kereskedés. Ez egyszerűen majd megnézzük, hogy mit árul. A lezárt terület az le van zárva. Ez mi? Hopp, egy szekérkereskedés, de a lezárt területen, akkor ilyen ikont kell keresnünk. Itt is van egy szekérkereskedés. Jó, tehát ezek a szekérkereskedések, és ilyen miért nincs pont Valentine-ban? Strawberry-ben is van szekérkereskedés. Na, akkor most már nézzük meg még egyszer ezt a Valentine-t. Hát érdekes, ide nem raktak. Pont ide nem raktak. Most nézzük meg a karakterünket, hogy mi van nála, mi nincs nála. 13 dollár, kenyér, víz, szírszarok, bizbazok vannak nálunk. Ez jó. Én amondó vagyok, hogy szeretném kipróbálni végre ezt a mezőgazdaságot, ha nem haragusztok. Akkor most rámennék, azt nem tudom, hogy a lovam az el van tárolva, akkor az most nem fog előjönni, úgyhogy gyalog megyünk. Megnézzük, hogy mi a helyzet ezzel a mezőgazdasági munkával, egy picit. Mert hogy az a baj, hogy azt se tudom, hogyha én ezt itt megcsinálom, akkor mi lesz? Úgyhogy ide jövünk ez a fickóhoz. És veszünk tőle. Gondolom, hogy kell vödör. Gondolom, hogy kell egy vödör. Ja. Egy darab vödröt azt veszünk. Az volt 3 dollár. Van még 10 dollárunk. És mondjuk vessünk cukornádat. Abból veszünk egyet, kettőt, hármat, négyet. Mondjuk 5-öt, csak próbából. Na de most mit kell ugye csinálni, és hol? Nem itt bent, mert hogy ezek ólak. Ott is vannak a jó kis jószágok. Akkor hol kell nekünk kertészkedni? És hogyan? Mondjuk ha itt én megállok, és azt mondom, hogy egyet elhasználok ebből. Farmon zónán kívül vagy.
Hol van a farm zóna? Nézzük már meg a... Nem ezt, hanem a térképet, de közben az érdekes, hogy farm zónán kívül vagy, de egyet elhasznált. Tehát itt valami nagyon nem jól működik. Hogy ugyan farm zónán kívül vagyok, de ezért. Ez mit? Ha ezt én itt megjelenem, ez farm bolt. De hol van a farm maga? Akkor valahova el kell mennünk. Farm 2. Ide kellene ellovagolnunk, ezek szerint, hogy mi tudjunk ezekkel a növényekkel mit kezdeni. Hát akkor viszont ez azt jelenti, hogy mögöttünk van a szekérkereskedés, vagy szekérmunka. Lefutunk a lóért. És megnézzük ezt a farmot. Szóval ezek nincsenek így kifinomítva, hogy hát ott, hogyha olyan helyen próbálsz valamit csinálni, ahol nem lehet, akkor is bukod a szarjaidat. Lekérjük a lovat. Antóniát. Aztán megindulunk a farm felé, hogy lássuk azt, hogy miről is szólnak itt a dolgok. Hát most nem vacakolunk szerintem, hanem átmegyünk itt mindenen. De a pöcsömbe már, bazd meg ez a ló. Annyira ostoba. Úgyni, menjünk farmozni. Remélem nincs messze ez a történet, és hogy működni fog. Nem sikerült a nyuszikákat le tarolnunk, pedig hát ugye az elgázolt nyulakból nagyon jó kis bevételt tudunk szerezni. Na hála Istennek, nincs olyan messze ez a farm. Úgyhogy akkor most bemegyünk ide. Az szarvaskát azt én leölném, ha nem tud innen meglógni. Hát ez sikerült. Ez később jól fog jönni, elnézést a brutalitásért, de hát ez csak így működött. Ő úgyis be volt ide szorulva. Szegény. Van egy darab szarvasusunk, a bőrt azt fölrakjuk a hátulra. Hát én nem tudom, hogy az miért jó, ha fölrakjuk a bőrt a lóra, de... Na, ugyan menj már át. Kimegyünk a kapun. Ígyni. Most elküldjük addig a lovat. Megpróbálkozunk, hogy ez már ugye farm zóna. Na most az a kérdés, hogy itt bent kell akkor ezek szerint csinálni a munkát.
Hát most elhasználunk még egy magot, mondjuk nem tudom, miért nem itt van az árus, tehát miért jó, hogy ekkora távolságokat kell megtenni, de nézzük meg, hogy ha ezt most én használom. Aha, nézzétek, akkor működik ez a dolog. Elültetjük ezt a magot. Itt van egy darab. Kicsit. Ezt most mind én ültettem ide? Hogy kell öntözni? Mi ültetnék ide akkor magon. Először. Mert van még. Négy tövet ültetett egy magból. Most hogy kell öntözni vajon? Hát ez nagyon szépen alakul, de az öntözés, mint olyan, az nem tudom, hogy nem így működik, hanem nézd, próbáljunk meg öntözni. Azt mondja, hogy használjuk a kannát. Hova tettük? Itt van vödör. Aha, aha. Nem sikerült. Akkor érdemes a vödröt fölrakni mondjuk a horgászbot helyére, hogy gyors gombon legyen, és akkor kettő és kettő. Azt a mindenit neki. Nagyon jó, akkor ezeket is megöntözzük. Kettő és négy. Oda nézzetek. Jó. Jó, oké, akkor még ide is ültetünk egyet. Kicsit odébb. Ja, és akkor még egy mag használ. Tudom, hogy azután, hogy ezeket leszettük, mit fogunk csinálni, azt én egyelőre nem tudom. De most azt tudom elképzelni, hogy a vegyes kereskedésbe kell vinni. Jó, most megöntözzük. Így. Úgy. Megpróbálunk innen kijönni. Csinálunk egy fotót, hogy büszkén mutathassuk, hogy mekkora kertészek vagyunk, ha úgy jön ki. És akkor ide még ültetünk még egyet. Nagy esély az első tű. Az már lassan meg lesz. Mire ezeket megöntözzük. Elvetettük, és akkor kettes és négyes. Most akkor az elsőhöz oda kéne már mennünk lassan, hogy ott már lejárt szerintem a két perc. Aratás jé. Mennyi jön ebből be? Cukornádat kaptam. De mennyit? 16 darab cukornád. Ez nagyon jó.
Ezt is le tudjuk már alatni. Vajon... mi lesz ebből? Ezt is learatjuk. A babérokat is learatjuk. Megvárjuk, még az is megér. Jaj, majdnem kiborítottam az asztalomon közben a poharamat. És ebből még van 30 másodperc. Hát kár, hogy nem lehet újra ültetni, vagy nem ad magot is mondjuk a cukornád. Egy olyan végtelen körforgásban egy ideig itt el tudná lenni, hát ez kevés. 4 maggal ide jönni szerintem. Learatjuk a babérokat itt is. Szupcsika lesz. Na. És akkor, ha megnézzük az inventorinkat, 66 darab cukornádunk van, meg egy szarvas húsunk. Hát most itt kénytelen vagyunk ezt. A vödrünk megmaradt. Úgyhogy ide hívjuk a lót. Hol vagy? A ház mögött hesszel, bazd meg. Megnézzük, hogy most meg tudom-e nyitni a... Elméletileg van egy inventory, és most megnyílik az inventória, nem úgy, mint a múlt részben. Betesszük a horgászbotot. És betesszük a... pénzt be tudjuk tenni? Be tudjuk tenni, csak az összeset kéne betenni. Így. Jó. Viszont eltűnt a bőr. A bűr a lóru. Tehát sokra nem mentünk vele, hogy fölraktuk a bőrt. Most lelovagolunk akkor az úgynevezett vegyes kereskedéshez. Hol találtuk azt meg? Itt. Hát jó messze van. Majd megpróbálunk odaérni még napnyugta előtt, hogy megegyenek a farkasok. Ennek a kis szarvas húsinak azért én örülök. Már sokat nem ér, az a baj, tehát, hogy hiába mész el a henteshez vele. Szerintem sokat nem ér. Próbálunk a legrövidebb úton lejutni. Hogy... minél hamarabb odaérjünk, szerintem át is lovagolunk a folyón. Úgy látom, nincs előttünk nagy hegység. Nem megyünk az úton, hogy nehogy elkapjanak minket a vadállatok idő előtt. Szerintem ezen átmegy a ló, ezen a vizen. Ez az kicsi pacim. Jó van. Antonia. A kicsi Toncsi nagyon vágja, hogy mi a helyzet. Ott egy nyuszi. Ezeket így nem bántjuk, ezeket az erdei járatokat. Ezeket a sziklákat kénytelen vagyunk kikerülni, de azért szerintem spóroltunk. Itt átmegyünk. Ja, hát tulajdonképpen azt hiszem ott vagyunk, ahol... miért balról kell megkerülni a... pillanat? Balról akarja megkerültetni velem.
Ahelyett, hogy jobbra vinne, úgyhogy én jobbra megyek, az egyszer biztos. Ezeket a sziklákat a másik irányból kerüljük mi meg. Ott egy szarvas. Ez itt a kiégett cuccos. Hát itt szerintem úgy sincs semmi. Aranymosás, de szerintem az nincs. Nagyon remélem, hogy jó helyre lovagolok, mert ha nem, akkor bele fogok állni a tengerbe, ami ki nem világosodik, az egyszer fix. Még az elég dél felé jár az idő, nincsen veszély. Igen, most miért akar elkanyarítani? Nem az inventorit akartam megnyitni, hanem a térképet. Jó, ez mondjuk tényleges rövidítés, úgyhogy erre megyünk. Nem tudok itt átvágni. Addig a kígyó. Már nyugodjál már meg, pacika. Picit lerövidítettük itt az utat szerintem. És én még lejjebb próbálnám rövidíteni. Megpróbálunk itt elmenni. Meg kéne lasszózni azt a... Hova lett? Nem sikerült. Pedig megállt egy pillanatra, de... A vízparton végigmegyünk, szerintem ott leszünk, csak az a kérdés, hogy le tudunk-e menni, de le tudunk menni, bírja a paci. Itt ez a vízparti ház, ez lenne a jó, ha miénk lenne. Még az is kérdés itt a szekérvásárlásnál számomra, hogy vajon a szekérvásárlás mint olyan, itt jó körbe kell menni, basszus. A lovat is ad-e a szekérhez, vagy még két külön lovat is meg kell venni, akit a szekér elé fogsz be. Na de hát, szerintem lassan odaérünk. Ezzel a kis lövidítéssel. Nos, itt most már el kell indulnunk befelé, mert erre mutatja az irányt. Hm.
Milyen szép színes lett a táj erre felé. Megnézzük a térképet, hogy ne verjen át minket az útvonal tervező, de igazából most már mehetünk az úton is. Hát erre még galaxi időben ezen a területen még biztos nem voltunk. Figyelünk hát, ha lesz valami érdekesség. Kis nyuszikák, hogy zsanálnak itt a lábunknál. Ez itt egy birtok. Ez itt egy tönkrement szekér. Itt egy farm. Itt megint csak lehetne ültetni. Hát, hogyha lenne a közelben. Hát sajnos nem sikerült, elkaptunk ezt a szarvas sem. Azért próbálkozunk, időnk van. Aztán majd kiderül. Egyszer csak lesz még egy szarvas. Hát jó brutális, mire agyonvered szegény, de hát... Ilyen ez a vadnyugat. Sajnálom, hogyha valakinek kinyitotta a bicskáját esetleg ez a fajta vadászat. De hát szerintem fegyverrel se jobb lelőni az állatot. Hol járunk, gyermekek? Elég vadvidék ez. Hogy is mondjam, hát még nincs rekultiválva ez a környék. Aztán nehogy indiánokba fussak itt bele. Mik ezek az indák, amik lógnak le az ág fáról? Jó messzire kell eljönni, az fix. Hopp, és bocsánat, hogy megállítjuk egy kicsit a lovat, mert most látom, hogy lehet, hogy szükséges lenne elhasználnunk egy ennivalót. Meg egy innivalót se ártana szerintem meginnunk. Na, most már mehetünk tovább, csak... Az a baj, hogy azért nem fogunk tudni bemenni, de... Az ott mit csinál? Mert ugye mi sem tudunk úszni, tehát hogy így nem megyünk sokra azzal, hogyha kilövök ott egy szarvast a vízben, de nézd, ott is úszkál. Az lehet, hogy ide tart kifelé. Na gyere csak! Ah, csak ő már megijedt tőlünk, tehát hogy elszalad. Na itt van valahol ez a vegyes kereskedés. A semmi közepén egy ház, ahol gondolom, hogy csak kiderül, hogy hogy van ez. És most? Itt van még ő előttünk. Ja, lehet, hogy hol van ez az akárki, aki itt vegyesen akar kereskedni? Ó, jaj, ő az?
Mit veszel? Bikabőr, toll, kígyóbőr, aligátor, medve, farkas, zsír, pumakarom, medvebőr, kígyófog, disznóbőr, szarvasagancs, farkaskarom, bölényből, bölény, szarvas, puma. Na hát, ez nem az, aminek látszik. Tehát, hogy ezért nagyon fölöslegesen jöttünk el ide. Ebben az esetben pedig, ugye a hús nem vesz ez a... Nem vesz sajnos. Hát jó, hogy jöttünk, köszönjük szépen. Mi a tökömet tudok csinálni a cukorrépával? Főzni tudok belőle? Na várjatok, mert most akkor bajba vagyunk olyan szempontból, hogy kezdve sötétedni, de hát mondjuk Rócz nincs messze. Ide még visszamegyünk Rócba. Hát csak van itt egy parkoló, nem, itt le se tudjuk tenni a lovat. Se szekérkereske, hentes van, tehát ide a Rócz-i henteshez elmegyünk egyelőre. Az még nincs olyan messze ahhoz, hogy megszívjuk a távolságot meg a sötétedést. De akkor hova kell vinnünk azokat a mezőgazdaság? Vissza a mezőgazdaság, a farm, vagy a farmboltba? De hát ő nála nem volt, csak... Na hát ezt meg kell, hogy nézzük. Hogy tesszük pénzé? Hogy tesszük pénzé a dolgokat? A cukorrépánkkal mit tudunk kezdeni? Almost there. Kezd besötétedni, az nem jó hír. Az nem jó. Jó, szerintem meg is érkezünk Rócba, úgyhogy akkor már talán a farkas támadástól nem kell annyira tartanunk, viszont így, hogy nem tudom itt letárolni a lovat, így a lóval kell maradnom, mert... Jaj, nem akartam én ide beugrani. Ez itt a sheriffség. Ugye egy szarvas húsunk van. Kígyó, nagy, bivaj, aligátor, disznó, nyers, madár, közepes, közepes, szarvas húsból egy darabunk van, azt hiszem. Várjatok, mi történt? Hát kurva jól eladtuk a szarvas húst, de hogy egy dollárt nem kaptunk érte. Hát ezt nem értem. Vannak itt azért még hibák, úgy látom. Azt tudjuk csinálni, hogy kiszedjük a lóból a cuccainkat. Így.
És addig, amíg kivilágosodik, elküldjük a lovat. Ó, oh, bazd meg, de miért így? Faszom. Bemegyünk az orvoshoz. Van itt orvos? Azért nincs ebbe a... Ezen még orvos sincs ezen a településen. Ez mondjuk nem jó így. Meg kell, hogy mondjam. Mindegy, menjünk azt. Addig megyünk egy kört a lovaskocsival. Mert sötétben nem akarunk tovább menni a lóval. És ugye most úgy járunk a reputációban, hogy 68-asok vagyunk. Hát nyugodtan a 45-ös nagy vagont kikérjük, és akkor itt megyünk egy kört a környéken. Itt még úgyse lovacskáztunk. Úgyhogy megyünk egy kört. Keresünk még egy kis pénzt. Rohadna a ló, amelyik pofárugott tényleg. Ott az utasunk. Az asszony. Jó van, asszony, és akkor megyünk veled valameddig, aztán a többit majd kitaláljuk. Addig is keresünk pénzt, és növeljük a reput, amíg sötét van. Meg kéne tudni ezt a dolgot, hogy vajon hol kéne a cukorrépától megszabadulni. Jaj, nem erre kellett volna menni. Itt akar a kapun keresztül vinni, úgyhogy megyünk. Lesz, ami lesz. Mi itt keresztül megyünk, erre visz a GPS. A házon is keresztül? Ja, hogy ide hozom a hölgyet. Hát nem vittem messzire. Hány dollár van nálunk? 5. Mennyi lesz ez a fuvar? 2? Mindegy. Jó nehezen tudunk kijutni. Jók ezek, hogy be kell jönni a lóval, aztán utána nincs hol megfordulni, úgy igazán. Mennyit kaptunk, meg se néztük. Hát nézd, 6 dollárt kaptunk ezért a rovat rövid fuvarért, ez nem volt olyan rossz azért. Mik ezek a kis házikók itt? Napszámos, oké. Van itt egy ilyen istálló, van ott egy ilyen... Nem tudom mi ez. Mintha egy templom lenne, nem volt zárt ajtaja. A túloldalon már az? Szöndöné?
Ez mi volt? Krokodil vagy medve? Ha csak nem szed le a lovas kocsiról. Ott van kroki. Na, megjöttünk az utasért. Nem tudom hol van, de mindesetre mi megjöttünk érte. Ben van a házba, vagy mögötte? Haló? Ház mögött van? Az mi egy teknős? Azt hiszem, hogy kis nyers húst kaptam a teknősből, de várjál már, hát. Nem nyílik meg ennek az inventória ennek a szekérnek, hogy lehet, hogy nincs neki. Hát akkor ezt nem sikerül magunkkal vinni, ezt a teknőst. Van helyett egy kis nyers húsunk, hát ezért kár volt szegényt megölni, de hol az utas? Itt van a ház mögött, bazd meg, hogy szopasson. Na gyere, üljél föl, azaz. Itt balra megyünk? Tőle mehetünk balra is. Itt tudunk menni valahol? Itt nem annyira tudunk kimenni. Főnököm. Kicsit nagyobb kiárat is lehetne a házadnál, basznak nyakon. Na, itt kimész? Itt ki. Jó. Hát megöltünk egy teknős, csak egy kis húst kaptunk belőle, de... Azt hittem, az nem volt olyan, hogy teknős cucc. El kellett volna így menni vele odáig a... Úgyhogy visszük? Föl tudtam volna rakni a lóra? Az mi? Vaddisznó. Vaddisznó. Micsoda félelmetes safari hangok vannak itt, ez a Jurassic World. Ott egy őrizetlen tűz. Itt el kell kanyarodnunk jobbra. A GPS szerint. Ami balra volt. Ez lesz jobbra. Hát itt átvágunk azért a fák között, bazd meg! Erre neki megy a fának az ostoba ló, bazd meg. Na így. Inni. Hát
Na kérem szépen. Ezt az urat már jó messzire kell vinni sajnos. De legalább addig kivilágosodik, és bárhol ugye le tudjuk adni a szekeret, tehát nincs az a probléma, hogyha oda hívjuk majd a lovat, és onnan megyünk tovább. Nem is tudom, hova érkeztünk meg, most megmondom őszintén, de talán csak nem visszajöttünk Valentine-ba. Nem nagyon írja ki, hogy hova jöttünk. Mindenesetre itt lehet, hogy gonoszak leszünk és leülünk az éjszaka alatt néhány tehenet. Nem akar leszállni? Na. Megnézzük, hogy hogy kell a tehenekkel bánni, vagy lehet azokat fejni. Azért ennyire nem akarok pofátlan lenni, tehát ez... Most alapvetően, ha itt leülöm a teheneket ezen a farmon, első dolog az, hogy lelőhetnek az NPC-k. A másik dolog meg az, hogy... Hogy az már nagyon non-RP szerintem. Oh, bazd meg! Bocs! Nem bírok elfordulni ezzel a kurva lóval. Na most már sikerül. Gyerünk! Nem bántjuk ezeket a teheneket azért a kis húsért, amit adnának. Szerintem nagy hús vagy közepes húst adna nyilván. Hát ez másnak a birtoka, mert az, hogy kint a természetben elütök egy nyulat, ha még kicsit szándékosan is, azt mondom oké. Rárántom a kormányt, hogy úgy fogalmazza. Ha valahol belefutunk ebbe a szekérkereskedésbe, azért azt megtekinteném, hogy mire jó. Úgyhogy milyen pénzért van ez a szekér? Mekkora az inventory egy szekérben? Ki húzza azt a szekeret, ugye? És hasonló dolgok. Jó messzire kell menni a következő fuvarért. Nem túl megérős ez. Ilyenkor. Se híre, se hanva a következő úti célnak. Minden esetre, ha olyan helyre vissza, ahol van doki, akkor szerintem befekszünk az ágyába, hogy jól lakjunk, meg jól legyünk ellátva. Úgyis lerúgott a ló. Nem is nézzük, hova megyünk. Csak megyünk. Ha véletlen Valentine-ba érkeznénk, akkor viszont nem viszünk el több fuvart, mert... Inkább elrendezzük a kis ügyes-bajos dolgainkat. Én nem tudom, mi lesz az, ahova most jövünk. Még az is lehet, hogy ez az.
Úgy bizony. Már felismertük. Úgyhogy akkor itt megállunk a repusnál. Megnézzük, hogy ez meddig húzott minket ez a kis hajnalig tartó fuvarozgatás. Good morning, neked is. Így. Megnézzük a repunkat. 72. Nincs már sok hátra, mint inkább előre. Ide hívtuk a lovaspacit. És akkor most bemegyünk a farmra. Megnézzük, hogy el tudjuk-e nála adni a cukorrépát először is. Gondolnám, hogy itt lehet eladni, de hát nem lehet tudni, hogy... ez valóban hogy van. Maradjál, pacika. Az van, hogy ő nála... volt. Olyan, mintha csak venni tudnék. Tehát, hogy ezt nem tudom megtenni. Ezt nem mondott komolyan, bazd meg. Nem, jó van. Hát akkor ő nem veszi meg. Akkor ki veszi meg? Most menjünk el a tábortűzhöz, nézzük meg, hogy tudunk-e főzni valamit, ami cukornád. Ez honnan került ide ez a... Jaj. Hogy ez az utas? Hát én mondjuk befejeztem a munkát, tehát jobban örülnék neki, ha most ez a sár nem annyira... Látod, ez is például, hogy leadtad a munkát, és nem törlődött ki a úti cél. Neked is. Eladjuk a hentesnél a húsit. Ugye? Az volt még a terve. Van nálunk egy darab. Kis nyers hús. Megtaláltam. Nézzük, hogy most sikerül-e eladni ezt. Kis nyers hús. Kis nyers hús eladás. Egy. Szerintem nem kapok érte pénzt. Én úgy látom. Valami megint nem fut jól. Most mindegy, könnyen jött, könnyen megy, nem foglalkozok. Most nem fogok reportot írogatni, az sem biztos, hogy van admin. Megnézzük, hogy esetleg a dolgokat... Ja igen, azt akartuk még megnézni, hogy... hogy itt a tábor tűznél van-e olyan, ami cukorrépából kell főzni. Azt mondja, főzés, közepes nyershús, víz, vaddisznóhús, kis nyershús, közepes nyershús, nagy nyershús, piszkos víz, nyers halhús, bikahús, aligátorhús. Nincs. Hát nem főzünk belőle. Nézzük meg a mappot. Nézzük meg a dolgokat, hogy hullák. Ez nem tudom miért van, hullák. Ércet itt lehet eladni. Ez házikó. Aha. Szerintem ez az. És el is megyünk ide. Miután bementünk a dokihoz. És meg megtöltöttük a kulacsunkat.
Hát ez hogy nyitottam meg? Újni. Elcsúsztam. Gondolom, hogy ő sem tud vásárolni. Nincs olyan opció, hogy ő vegyen tőlünk dolgokat. Úgyhogy most egyelőre meggyógyítjuk magunkat, meg még annyit csinálunk, hogy föltöltjük az egy üres cuccunkat, vizes kannánkat. Akkor elszaladunk most, hogy világos lesz. Hát remélem, hogy nem vesz olyan sok időt igénybe ez a pihenés, hogy megint beeste legyen. A másik vegyes kereskedésbe, amit eddig nem vettünk észre. De most viszont legalább már a karakterünk az olyan, mintha jól lenne. Hát azzal a kivétellel lehet, hogy egy kis pénzt be kéne tenni a bankba. Ezt még gyorsan engedjétek meg nekem, hogy a bankig már nem is lóval, meg a víztöltést sem még lóval. Így. Bankos bácsi, figyelj, van nálam zseton. Adnék ebből a 19-ből neked mondjuk 16-ot. Keveset hagyunk magunknál, hát ha kell valamire. 112 dollár vagyonunk van. Szerintem ezért nem kapunk szekeret. De minden esetre itt a kút. Útnál megtöltjük azt az egyet, amit megittunk. Igen. Na, megtöltöttem az üres üveget, pittyentünk a lónak. Fölugrunk rá, akkor nyomás a vegyes kereskedésbe. Hát, ha ezeket a zsájákat is, meg ezeket kiderül, hogy hogy tudjuk eladogatni. Az, hogy most beragadt a munka, meg hogy most éppen a hús eladás nem töltött be nekünk rendesen, hát ezt most felejtős. Sajnos ezzel most így jártunk, de nem is megyünk most rá akkor ezekre a állatírtásokra. Pedig Dekár, pedig azt a szarvast hogy leöltük, nem? Pillanat, csak írok egy üzenetet. Nem megindulunk, csak írnom kellett egy üzenetet. Bocsánat, hogy ezt így a felvétel közben. Megnézem a mappot, hogy hova is megyünk tulajdonképpen. Róc, mert tehát, hogy... Basszus, ott voltunk, és most lovagolhatunk vissza. Nagyon jó. Hát akkor... Veressük, pacikám, mert sose érünk oda. Azóta se sikerült ezt a kurva szekérkereskedést megnézni. A vonatok nem arra mennek egyébként, Rócba. Tehát, hogyha nem baszakodnánk itt, hanem a sineken végigmennénk, de tulajdonképpen az történik. De minden esetre akkor nem baszakszunk, a sineken megyünk. A sinek mentén. Nem fogunk itt a közúton vacakolni. A kanyarog össze-vissza, teszi bele a plusz kilométereket. Az, hogy miért ragad be a feladatlista? Se értem igazán. Hát gondolom, hogy most a baloldali járaton megyünk. Ha nem, akkor majd valahogy visszavergődünk a járt útra.
Ezt a vegyes kereskedést megnézzük, meg szerintem akkor át tudunk ugrani Szentdönébe, ahol szerintem viszont lesz... lesz kocsi kereskedés, hogy még megnézzük, hogy az hogy is néz ki. Nézzünk már be ide, hogy a fejlesztők nem rejtettek-e itt nekünk valamit. Hát itt nem. Nem annyira rejtettek el semmit. Sajnos, de mi benéztünk azért. Édni, gyere nyuszi. Nem öllek meg, mert nem tudok veled mit kezdeni most. Így, hogy valami nem jó az eladásban. Sajnálom, mert azért egy-két dollár azért szakadt volna ránk. Ez a kisebb-nagyobb hibáktól eltekintve most már azért tudunk pénzt szerezni. Hát az egy dolog, hogy azt hiszem, hogy 1000 dollár egy saját ingatlan. Ahhoz még nagyon sokat kéne farmolni, hogy az embernek saját ingatlana legyen. Megnézzük a térképet, hogy lejöjjünk-e már a vonatsínről, vagy jó még, ha a sínen megyünk, de hát sajnos még jó ez a vonatsín, jó sokáig. Fenét azt is meg kéne szabadulnunk a cukornától, meg jó esetben lehet, hogy ezektől a bokrokból szedett szaroktól is megtudunk, ha esetleg ez egy olyan vegyes kereskedés. És most, hogy mondjátok, lehet, hogy ilyen Valentine-ban is van. Hogy nézek már meg valamit. Hol ez a térkép? Menj már a picsába, bazd meg! Bocsánat, de valamilyen nem tudok eligazodni a térképen. Most már két markert is sikerült lerakni. De itt nem jelzi. Itt azt hiszem, itt van egy ilyen hasonló sátor. A térkép nem jelzi, hogy az bót lenne. Úgyhogy akkor nem baj, hogy elindultunk. Ilyenkor kellene, hogy kommentben segítsetek, hogy a legközelebbi streamben már, vagy hát vodban, okosabb legyek, de ti csak hallgattok, és nem írtok semmit. Na, oda nézzetek, micsoda vasúti hidakon kell nekünk átkelni. Jó, hogy nem jön a mozdony. Van a gőzmozdonyokban a víztöltő. Az ott egy komolyabb vasútállomásnak tűnik. Hát itt kikádogálnak. Hát innen eltűnt az ember. Hát akkor ezek nem állnak szóba velünk. Megyünk is tovább. A Róczi vasútállomás, ami veled mi most elrobogunk.
De már nincs akkora baj a világgal. Várjon csak egy picit. Azt akarom megnézni, hogy... Ah, nem, nagyon messze van. Gondoltam... Totyorog a ló, nem tudtam írtam, azt hittem van a közelemben valaki. Hogyha itt lett volna a fuvar, megnéztem volna, hogy mit lép hozzá, ha egy lóval érkezem meg. Hogy esetleg fölugrik a hátsó ülésre, azt lóval is el tudom szállítani. Értitek, hogy mi a gond, hogy még mindig jelöli azt a kurva fuvart. De lassan most már tényleg meg kell, hogy érkezzünk. Ez a másik vegyes kereskedéshez. És még hála Istennek, hogy fényes nappal. Úgy látom, hogy most már majd egyébként lekanyarodhatunk a vasútról. Így van. Jól van. Az milyen állat ott? Kibaszott vaddisznó, de hát most nem tudok vele mit csinálni. Aha. Aha. Na nézzük ezt, hogy ez itt mi lesz. Úgy néz ki, hogy be kell mennünk ebbe az ingatlanba. Így, elküldjük a lovat, de nem úgy, ahogy szoktuk, csak így. Így, né? És akkor bemegyünk. Itt valahol... Van valaki, ő az. Így van. Vesz kakuk. Ó, gyermekek, hát jó helyen járunk. 66 cukornád, ne viccelj. Na mi a baj ezzel akkor most, hogy miért nem tudom én eladni a cukornádamat? Hogy ebből is csak izét vesz meg? Próbáljuk meg a 6-ot. Hát nem tűnik el az inventoringból. Nézzük meg például, van nálunk zsájából 3. Nézzük, azt megveszi-e. Zsája. 3. Aha. Zsájából 10 darab kell. Megveszi a botot. Amivel nekünk 5 darab van. Hát nézzük, hogy abból is 10-et vesz-e. Megpróbálunk eladni a botból 5-öt. Abból is 10 darab kell, akkor gyanítom, hogy a mentából is. Na most 4 darab van, azt nem tudjuk eladni. Egy kakukkfüvünk van, de ebből viszont van cukornádból 66. Próbáljunk meg eladni egyet. Eladás 1. Na. El lehet eladni arany, paradicsom, kukorica, áfonya, tobakó. Tehát a termesztett dolgokat el lehet itt adni, de valamiért nem veszi meg. Csak meg kéne próbálkoznunk ezzel a reporttal. De mielőtt reportoznánk, szerintem megpróbálkozunk egy gyors restarttal. Mit szóltok hozzá? Azt mondja, hogy F8. Quit. És újraindítjuk a cuccost. Hogy hát, ha ez segít a bajon. Mert érdekes, hogy a zsájára kiírta, hogy 10-nek kell nálad lenni, de hogy a kukoricát nem vette meg, a húst meg szarul, hogy lehet, hogy van valami olyan, ami... Hú, látom közveti feketét, láttok, hát ne haragudjatok, de már jön is a game. Pillanat, türelmeteket kérem. F8. Már töltődik is be.
Igen, közben azt elfelejtettem, hogy átállítottam a felvételt játékablakra. Hogy a desktop az ne ugorjon be, hogyha olyan van. Hogy relogolunk ott, ahol vagyunk. Hát most, hogy mi van a lóval, ez most egy jó kérdés. De megpróbálkozzunk vele, hogy most. De gyanítom, hogy akkor a cukornád is olyan, hogy 10-esével lehet eladogatni, tehát 6-ot le. Az is jó pénz. Azért ezzel lehet akkor végül is ügyeskedni. És nem is kell nagyon messzire menni innen a környékről ahhoz, hogy ezzel ügyeskedjen az ember és egy kis vagyont szerezzen. Amint betölt a szerver, mert már 50 másodperce töltésben van. Na, azt mondja, akkor ugye a karakter az kezdés, legutolsó pozícióra van. Megpróbálunk. Délután 4 óra van, tehát nem vagyunk olyan rosszak. Nézzük meg az inventórinkat. Cukornádunk megmaradt, vízből van 2, tehát a cuccaink megvannak. Megnézzük, hogy most vásárol az űrge. Jövünk a űrgéhez. Azt mondjuk neki, hogy egyelőre egy. Aha! Itt van cukornádból eladunk egyet. Nem veszi meg a cukornádat a fiatal ember. 60-60 nálunk, és nem tudom megvenni. Próbálkozzuk meg, hogy van-e admin. Vegyes kereskedés nem akarja megvásárolni tőlem a cukornádat, de ma többször a hentes sem adott pénzt a húsokért, csak elvette az inventoriból. Köszönöm. Na megnézzük, hogy van-e valaki, aki adminilag admin, hanem megnézzük, tudunk-e zongorázni. Hát sajnos nem. Na lehet, hogy nincs is admina. Ezért ez a szerver annyira nincs kigyúrva. Ez zárva van. Ez nyitva van. Zárva van. Le van pukkanva, de a függönyök megmaradt. Azért hála Istennek. Ez itt nincs semmi. Hát, szerintem amennyi játékos meg ezért van, ha ennyi idő alatt nincs válasz a reportra, akkor menjünk egy kicsit a ház elé, nézzük, hogy a bokrokból tudunk-e mondjuk annyit összeszedni ezekből a nálam lévő növényekből addig, míg be nem sötétedik. Na, itt van az űrge. Nézzünk egy-két bokrot. Megpróbáljuk 10-re, hogy azokat megveszi-e. Ez nem olyan bokor. Ez se olyan bokor. Ez se. Jön itt egyik se.
Ah, nem véletlenül gondolom, hogy ne szedjék itt egészre magukat a... Mondjátok? Nincsen szedés. De miért nincs? Nincs szedhető bokor. Tudok itt fölmenni? Nagyon kéne nekem csali, most itt mit tudnék itt horgászni? Ó, hát itt ez egy temető. Menjünk innen, mert elég mocsarasnak tűnik ez a környék, nehogy aztán egy aligátor előugorjon valahonnan. Hát vagy a másik az, hogy a cukornádra nem írja ki, de csak mondjuk 100-tól hajlandó vásárolni. Miért nem írja ki? Gyere, keressünk egy-két bokrot. Vegyük meg magunkat annyira, hogy legyen nálunk elegendő. Aztán visszajövünk majd. Ha megnézzük, ha valamiből lesz tízünk, azzal megpróbálunk visszajönni, hogy azt megveszi-e ez az ember. Itt van valami, amit tudok szedni. Hol van? Menta. Nem tudom, mi volt. Mindegy, mi lesz. Jó a bot is, csak adjon valamit. Nézd már! Nem annyira adja föl a szedést. Ez a bokor, ez jobban szedhető? Ez se szedhető. Na jó, gyere ide, paci, mert ezeket nem tudom szedni. Gyere, hol vagy? Hol vagy? De miért jössz nekem mindig? Ez itt szedhető? Hát én ezt nem értem. Semmivel nem különbözik a másiktól, és nem tudom leszedni. Látjátok? Az se szedhető ott a kerítésen belül. Ja. El meg kell szedni. Pedig dohány lenne. Ez nem szedhető, ez a dohány.
Hát gyerekek, nem jön a reportra válasz sajnos. Úgyhogy nem biztos, hogy ezt most meg fogjuk tudni oldani, és be is sötétedik, úgyhogy lehet, hogy én most ennek véget vetek, és a következő részben addigra kinyomozzuk, hogy mi történt, mit szólnátok hozzá, jó? Mára ez ennyi volt, láttunk ezt, azt benne, jó? Úgyhogy legyetek jók, lájkoljátok, meg iratkozzatok fel, meg kommenteljetek, és jövünk legközelebb is. Én és Anthony. Szevasztok!